Hősként fogadták az ENSZ közgyűlésről hazatért Mahmoud Abbas-t Ramallahban. A palesztin elnök megerősítette, hogy nem tárgyal Izrael-el a békéről, amíg le nem állítják a zsidó telepes tevékenységet Cisjordániában. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök viszont feltétel nélkül hajlandó tárgyalni a palesztin vezetéssel. Mahmoud Abbas, aki New Yorkban a világszervezet főtitkárának átadta a teljes jogú palesztin ENSZ tagságra vonatkozó kérelmet, a több ezres tömeg előtt azt mondta, közeleg a palesztin tavasz, amely végül elvezet az önálló Palesztina megteremtéséhez. Abbas ismét elutasította a nemzetközi közösség felszólítását, hogy térjen vissza az Izraellel folytatott béketárgyalásokhoz. Jogainkat békés eszközökkel akarjuk érvényesíteni, de elutasítjuk a tárgyalásokat, amíg Izrael teljesen le nem állítja a zsidó telepeket, mondta Abbas. Az izraeli vezetés viszont jelezte, kész elfogadni a közel-keleti kvartett új béketervét. Az Egyesült Államok, az ENSZ, az Európai Unió és Oroszország azt javasolta, a felek egy hónapon belül üljenek össze, három hónapon belül terjesszék elő a határokra és a biztonságra vonatkozó álláspontjukat, 2012 végéig pedig kössék meg a végleges békeszerződést. Ha megvan az akarat, meg fog történni. Ha nincs, akkor nem fog. Nálunk megvan az akarat, reméljük, hogy a palesztinoknál is, mondta az izraeli kormányfő. Közben kiderült, hogy terrortámadás áldozata lett egy fiatal zsidó férfi és kisfia Cisjordániában pénteken, amikor a palesztinok tömeggyűléseket tartottak Abbas beszéde idején. A 25 éves férfi egy éves fiával Kiryat Arba település mellett autózott, amikor gépkocsiját kövekkel dobálták meg. Az egyik kő betörte a fejét, ezután szenvedtek halálos balesetet.